A baloldal jó ideje tartó miniszterelnöki castingjai a teljes tanácstalanság jeleit mutatják, jelentette ki Kósa Lajos. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, azért nem lát erős miniszterelnök jelöltet a baloldalon, mert nincs ilyen. Esti gyors, a hírek háttere. Turek Péter és Selmec János összeállítása után Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politikelemző Központ politológusa van velünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Eddig Andor Lászlót nevezték meg mondjuk esélyesként, bár ő ezt nem erősítette meg hivatalosan, de innentől kezdve talán nem is érdemes olyan nagyon foglalkozni vele, mert Botka László talán egy esélyesebb jelöltnek tűnik. Vagy nem? Hát nézze, talán esélyesebb jelöltnek tűnik, de az alapprobléma megmaradt a baloldalon, nevezetesen az, hogy már megint arról van szó, hogy egyes személyek hol a nyilvánosság előtt, hol az zárt ajtók mögött elkezdenek taktikázni, latolgatni, miniszterelnök jelöltekről beszélni, miközben hát eléggé hiányzik például a terepen végzett munka, tehát ki kéne jobban építeni az MSZP szervezeteit, megerősíteni, a helyi problémákról beszélni, a helyi lakosokhoz eljutni. Ebben a médiák nagy részére már nem számíthat a szocialista párt, tehát ezt helyben kellene meglépni. Ki kéne találni, hogy például online módon hogy lehetne csetelni a választópolgárokkal, ehelyett megint a megszokott köröket futjuk végig, hogy most ki az MSZP-nek, meg a baloldalnak a miniszterelnök jelöltje is, ki nem. Lerövidítve, ha jól értem, ön azt mondja, ennek így nem lesz jó vége. Hát ennek nem látom sok tetejét. Tehát az, hogy nincs politikai innováció a baloldalon abban az értelemben, hogy 2014-ben, meg 13-ban, meg 12-ben a baloldaliak eljátszották hasonló játékokat, hogy most akkor Bajnai Gordon legyen a miniszterelnök jelölt, vagy Mesterházi. De lehet ezt elegánsabban csinálni, hisz a rendszer kódolja ezeket a feszültségeket. Itt az MSZP-DK pengeváltás egyelőre, aztán még a végén szakítás is lehet belőle talán. Na most az alapprobléma továbbra is az, hogy a demokratikus ellenzék, ha én jól számolom és értelmezem, 6 darab pártból áll. Nem gondolom, hogy olyan választópolgár Magyarországon, legalábbis nem sok, az hibátlanul fel tudná sorolni ezt a 6 darab pártot. Nekünk azért menne. Lehet, hogy nekünk menne, na de hát most nemrég olvastam egy olyan felmérést, miszerint a magyar választópolgároknak mindössze 1/5 érdeklődik aktívan a politikai események iránt. Ez alacsonyabb szintű, mint Közép-Európában általában, és még a legnézettebb tévé híradó, tehát az RTL Klub híradóját is 1 millió ember nézi, és képzelj el, ugye van 8 millió választópolgár, sőt több mint 8 millió választópolgár, mi a helyzet a 7 millióval. Hát annak nincs sok teteje, hogy az MSZP-seknek más baloldaliak elkezdenek taktikázni, bemenni a tévéstúdiókba, a rádióstúdiókba, erről hoztam beszélni, és közben alig tudjuk azt, hogy mit akarna az MSZP másként csinálni, mi az agendája, mi a programja helyi szinten, és ha megengedik... Fontos, bocsánat, hogy megszakítom, de ugye mert a személyek is lényegesek, de talán annál is fontosabb, hogy az egész hiteles kormányváltó erőként jelenjen meg, és a választók elhiggyék, hogy legyőzheti a Fidesz, aztán képes vezetni, kormányozni az országot. Akkor, ha jól értem, ön úgy látja, jelen pillanatban ettől még nagyon messze vagyunk. Messze vagyunk, Botká Lászlónak abban mindenképpen igaza volt a 168 órás interjúban, hogy édes kevés az Orbán takarodj. De én ez azt teszem hozzá, hogy többet érne a baloldal, hogyha mondjuk programszerűen is egyfajta víziót fel tudna mutatni, hogy mitől lenne jobb Magyarország abban az esetben, hogyha mondjuk Botka László vagy Molnár Gyula vezetné a magyar köztársaságot, illetve Magyarországot. Most hadd kötekedjek egy kicsit még visszatérve Botka jelölésére, mert szerintem ez is elárul néhány dolgot az MSZP, illetve a baloldal állapotáról. Nagyon furcsa volt az MSZP ma reggeli közlemény, miszerint az MSZP vezetése támogatja Botka László jelöltségét,
Ugyanis a szocialistáknak azért van egy alapszabálya, amelynek 16. paragrafusa viszont azt mondja ki, hogy miniszterelnök jelöltet főszabály szerint nem a vezetőség jelöl, hanem a kongresszus, és várjon, az elnökségnek meg a választmánynak külön meg kell tárgyalnia még. Információim szerint a szocialista pártnak sem az elnöksége, sem pedig a választmánya nem tárgyalt eddig még hivatalosan Botka László jelöltségéről. Tehát ez most felveti azt a kérdést, hogy akkor Molnár Gyula meg esetleg néhány ember a saját szakállára cselekedett, amennyiben az MSZP elnöksége meg választmány erről nem határozott, erről formálisan, és az újabb kérdést vet fel, hogy kiknek érdeke Botkának az előtérbe állítása, vagy akár a háttérbe szorítása, mert ennek a ma reggeli nyilatkozatnak lehet egy olyan olvasata is, hogy most lépéskényszerbe hozzuk Botka László, ha már bírál minket már, mint vezetőséget a 168 órában, akkor hát vajon szint, hogy akkor most, hogy ha már mellé állunk, mi, mint MSZP vezetősége, akkor erre most mit lép? Csak szeretném jelezni, hogy az MSZP alapszabálya értelmében ennek nem egészen így kéne működnie. Tehát vannak az MSZP-nek testületei, sőt a szocialista párt, a szociáldemokrata pártokhoz hasonlóan alapvetően egy testületi szervezet, tehát ennyire elrugaszkodva a testületekből alapszabályszerűen nem működhetne.